Becsült, sértés és személyiségi jogi perek indulnak minden olyan korábbi úszónő ellen, akik Szepesi Nikolett könyve után szexuális zaklatással gyanúsították meg a ma 83 éves úszodai gyúrót, Bacsa Istvánt, akivel szemben amúgy már elévülhettek a vádak. Dr. Horváth B. Gábor, Kicsi bácsi jogi képviselője, az álláspontjuk részleteivel már is itt vannak. Jó reggelt kívánok, ügyvéd úr! Jó reggelt! Az ön praxis a gyakorlata alapján életszerű az, hogy valakit ilyen cselekedetekkel alaptanul megváltoztatni? Olyanok. Volt már rá példa, lehet ez életszerű teljesen. Meglepő az, hogy miért ennyi idő elteltével derülnek ki ezek a dolgok, miért 30 évvel később találja ki valaki például, hogy most áll a nyilvánosság elé, és elmondja azt, hogy ő egy szexuális zaklatásnak a, az áldozata lett. Igazából nem értem, hogy ez ha így történtek ezek a dolgok, akkor miért nem kerültek napvilágra. Ha ezeket elkövette volna Bacsa úr, akkor én úgy gondolom, hogy az Úszó Szövetségben ebből már vizsgálatnak kellett volna akkor lenni és nem dolgozhatott volna még 5-6 évig az Úszó Szövetségnek a berkeiben, illetve a Szpartakusznál. Tehát nem lehet elképzelni azt, ami az ilyen típusú bűncselekményeknél, eseteknél azért gyakori, hogy a sértettek szégyellik és hallgatnak? És lappang az egész történet? Én ezt akkor elképzelhetőnek tartanám, hogyha egy elszigetelt esetről beszélnénk, mondjuk egy versenyzőnő esetében, akivel megtörtént is, ő magában tartja titkója, vagy adott esetben még esetleg kettő versenyzőnél is. De amit, amiről itt most szó van, hogy több versenyző, nagyon nagy számú versenyző jelentkeznek folyamatosan, én ezt teljeséggel elképzelhetetlennek tartom, mert ilyen nagy számú érintett esetében bár csak az úszodai, plejkák szóbeszédek alapján valakinek fel kellett volna tűnjön, hogyha ilyen esetek történtek, hogy, hogy akkor itt valami nincsen rendben, e körül a masszőr körül. Mi lehetett, mit gondol ügyvéd, hogy mi lehetett az ügyet robbantó, és hát a könyvel, ugye a könyvében az egy, más történetek mellett, ugye ott beszél először a masször ügyeiről, ami ugye a könyvben idézett eset állítólag 19 -es korában történt, az, az 2000-ben. No, szóval, hogy mi lehetett az indíték a Nikoletnek, Szepesi Nikoletnek? Ő írt egy könyvet, én úgy gondolom, hogy ennek a könyvnek azért kell egy kis hullámverés, adott esetben még botrány is, hogy minél nagyobb példányszámban fogjon. Szepesi Nikolát, én konkrétan tőle még nem hallottam olyan kirejelentést, hogy egyértelműen Bacsa úrról beszél, hogy valakiről ott írt a könyvben, Bacsa úr magára is, mert azt mondta, hogy ez nagy valószínűséggel ő, az ő személyéről van szó, de Szepesi Nikolett részéről én még nem hallottam azt elhangzani, hogy itt egyértelműen kicsi bácsiról vagy Bacsa úrról lenne szó. Nyilvánvalóan a könyvnek az a célja, hogy minél nagyobb példányszámban fogjon, minél nagyobb hírverése legyen, tehát itt nyilvánvalóan ez a motiváció meg lehet az ő részéről. No, és akkor azt mondjuk meg, hogy ilyen alapon mi lehetett az indoka Bacsa Edinának, aki ugye ráadásul rokona is a masszörnek. Nem tudom, hogy az ő motivációja mi lehetett, azelőtt a történet előtt értetlenül állok, 30 évvel ezelőtti történésről beszélünk gyakorlatilag, Uh, utolsó pillanatig most kitart az álláspontja mellett, hogy megtörtént ez a, ez a zaklatás. Uh, bár azt már nagyon bánja, hogy ez ekkora uh, nyilvánosságot kapott Ist is uh, Isten igazából nem is uh, vágyott ilyen uh, fajta hírnévre. Én próbáltam vele egyeztetni, hogy elkerüljük a felesleges uh, jogi uh, procedúrákat. Ez mit jelent? Hát gyakorlatilag beszéltünk, beszéltünk és kérdeztő is annak a lehetőségét, hogy mi lenne annak a lehetősége, hogy esetleg elkerüljük a peres eljárást. Hogy Mármint arról beszél, hogy, hogy önök feljelentést tegyenek ellen, az hogy lehet így elkerülni? van, így van, így van, így van. És meg tudtak egyezni? Nem. De miért nem tudtak? Nem, tehát ő kitart az álláspontja mellett, kitart azok mellett a becsület kijelentések mellett, amiket használt ugye a Bacsa úrra, és innentől kezdve nekünk nincsen más választásunk, mint hogy a jogeszközeivel megtalálni Bacsa úrnak az igazát. És Szepesi Nikolett esetében ott jogilag a helyzetüket nem bonyolítja az, amit az előbb említett? Tehát, hogy ő nem mondta azt, hogy kiről van szó. Így van. Hát Feljelent is volna tenni ellen is? Ez még egyeztetés alatt van, hát az ő, ő, esetében azért sokkal nehezebb a helyzet, mivel név szerint ugye, ahogy mondtam is, nem jelölte meg Bacsa urat, tehát ő azért könnyen tudna azzal védekezni, vagy kibújni azzal, hogy egy másik személyről beszélt. Nyilvánvalóan a könyv azért úgy lett megírva, hogy előtte lett egyeztetve, jogászokkal is adott esetben pontosan elkerülendő ezeket a személyiségi jogi pereket, vagy esetleg büntető feljelentéseket. Így lehet, hogy valaki magára ismer, de konkrétan a személyek nevek nincsenek megjelölve mondjuk egy becenévből is lehet valakit egyértelműen beazonosítani, de ugye ott még a könyvben még a kicsi bácsi jelző, vagy becenév sem teljesen egyértelműen van leírva, tehát az ő esetében ugye nehéz dolgunk lenne, ha ő megerősíteni, hogy valóban Bacsa úrról beszélt, az egy más szituáció lenne, de jelenleg ez nem történt meg. Amennyiben ezt nem erősíti meg, őt nem jelentik fel? A jelen esetben most úgy tűnik, hogy nem. De akkor ez arról szól, hogy azt látja, hogy hogy amikor ő ezt a könyvet írta és ezt az esetet is belevette, akkor láthatóan, az ön számára láthatóan ott álltak mögötte a jogászok, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Nyilván megvizsgálták a jogszabályi környezetet, mert feleslegesen ő sem akart magának ezzel kapcsolatban problémát. A könyv úgy lett megírva, hogy minél érdekesebb, minél szaftosabb legyen. Én azt sem kétlem, hogy ő a saját szemszögéből megírta az úszóberkekben tapasztalt élethelyzeteket, szituációkat, de hát mindenképpen úgy lett megírva, hogy, hogy senki ne tudjon kellően hatékonyan fellépni az a kapcsolatban, ha még magára is ismer, mert név szerint teljes mértékben beazonosíthatóan, senki nincsen megjelölve. Mostani tudású szerint hány ember ellen fognak feljelentéseket tenni? Bacsa Edinán kívüli, nem tudok. Én mindenhol olvastam, hallottam, hogy nagy számban jelentkeznek sportolók, úszók, akik majd beszámolnak róla, hogy Bacsa úr őket is molesztálta, zaklatta. Annyira nem tudok napra kész lenni a bulvár médiában sem folyamatosan, hogy milyen cikkek jelennek meg, de én nem tudok másul, aki semmi azonossága vállalta volna, hogy vele ez megtörtént, és ő ezt elmondta volna. Úgyhogy jelen állás szerint egyetlen egy személyről tudok beszámolni. Milyennek a cselekménynek egyébként a büntetőjogi leírása pontosan? Melyiknek? Hát amivel ezen hírek, vagy nagy számok, vagy kis számok, de te... a az ügy felét vádolják. Ugye kettő tényállásról beszéltünk, vagy rágalmazás, vagy becsületsértés, mindegyik különböző lehet. Azok a kijelentések, amiket például a Bacsa Edina használt Bacsa úra, ott voltak egyrészt becsületsértő kijelentések, ugye ott olyan jelzők hangzottak el, amelyek beleférnek ebbe a Ebbe a körben hogy a becsület is a becsületsértés az szóbeli kijelentése, vagy akár tettleg is megvalósulhat. Itt a szóbeli eh, kijelentések voltak azok, amelyek az ő személy, eh, személyét eh, úgy minősítették, amelyek negatív fényben eh, tüntetik fel. A rágalmazás része pedig eh, a mi álláspontunk szerint az, hogy olyan eh, tényállítások eh, hangzanak el, eh, amelyek álláspontunk szerint valótlanok. Tehát e az a rágalmazás, hogy őt Bacsa úr annak idején molesztálta szexuálisan, ugye benyúlt a bugyjába, és a többi. Tehát... És ennek a leírt cselekménynek, vagy által elmondott cselekménynek, annak mi a jogi minősítése, az mi, zaklatás? A Ugye ez most a jelenlegi szabályozás szerint lehetne zaklatás, akkor, amikor az történt, akkor még zaklatás nevű tényállás nem volt a BTK-ban. Akkor mi volt? Tehát akkor még... Ez lehetne egy személyre melleni erőszak vagy ez nagyon régen volt, tehát az akkori büntető törvénykönyvet ugye meg kellene nézni, de ez, ez lehetne egy személyre elleni erőszak, az aklatás semmiképpen sem, akkor még olyan törvényi tényeles nem volt a büntető törvénykönyvben. A büntetési tételeit nézve, Ezeknek bármelyikbe is illett volna bele, ha ilyet elkövetett volna ugye a úr. A büntetési tétel felső határa az elővülési idő. Gyakorlatilag a büntetési tétel felső határa az nyolc év. Tehát ezek 8 év után elévültek mindenféleképpen. Tehát az azt jelenti, hogy itt bármi történik, tehát itt már csak a, a múltnak a, az ügyeiről beszélgetünk, jövőben mutató következményei őrán nézve nem lehetnek, csak arra, akik ilyet állítanak valósan vagy róla. Amennyiben valamilyen módon bizonyítást is nyerni, hogy ő ezeket elkövette volna az elévülés, ugye az büntethetőséget kizáró ok, ezek a cselekmények elévültek. Ugye 2005-ben dolgozott utoljára, masszőrként, tehát az lett volna az utolsó évszám, amikor bármi ilyesmit még esetleg ő elkövethetett volna, ahhoz képest is gyakorlatilag most már szinte bizonyosan elévült minden olyan dolog, amivel kapcsolatban őt meg akarják gyanúsítani. Maximum itt egy erkölcsi elégtételről lehetne szó a idézőjelben áldozatok részéről, de mint a jogi felelősségre vonásnak itt ilyen akadálya van. És végül azt mondja meg ügyvéd úr, hogy anyagi felelősség felvetődhet -e az önnek részéről elképzelése szerint. Tehát érhette e kár mindezekért Bacsa István? Ugye volt már erre is kérdés korábban, személyiségi jogi jogsértés miatt polgári peres eljárást Igen. is lehet indítani, nem vagyoni kártérítést is lehet kérni. Uh, ugye itt azért nagyon exaktan nincsenek meg azok a, az összeghatárok a polgári peres eljárásban, hogy, hogy mi ítélhető meg ezért a, az elszenvedett személyiségi jogsértésért. Ha adott esetben a bíróság úgy találja, hogy egy keresetlevél megalapozott, és valóban történt egy nem vagyoni kártérítés, akkor mérlegeli, hogy mekkora a jogsértésnek, a jó hírnév sérelmének a mértéke, és ez alapján megállapít egy, egy kárösszeget. De a kérdésre konkrétan válaszolva, egy ilyen személyiségi jogsértésnek, egy ilyen ö, ö, polgári peres eljárás megindításának ö, mindenképpen megvan az alapja azokkal szemben, akik ilyen kijelentéseket tettek rá, és ezeket a kijelentéseiket nem tudják bizonyítani. Ügyvédőd, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.